úgy döntöttem, hogy útjára indítom a podcastemet. Ezt feléleztem a blog.apostrof.com-ot, mivel nem mondhatom el senkinek. Így elmondom hát mindenkinek. Az elmúlt 4 napban, 3 éjszaka egy kedves barátomnak segítettem összerakni nem látóként használt eszközeit. Régi számítógépről költöztünk át újra a telefonjára, optimalizáltunk újabb és újabb eszközöket. És mondhatni sűrűfővel együtt voltunk, csak erre fokuszáltam. Viszont a kedvese, ő csak a vírusra fokuszált. És minden alkalmat megragadott, hogy ezt tudtunk róla, hogy informáljon. 4 napon keresztül folyamatosan a vírus jelen volt az életemben. Nyilván ez érkezett hozzám az online térben is azonnal, tehát mivel amire hangolva vagy, az jön, az érkezik. Tehát vírusra vagyok hangolva, a vírus érkezik minden formában. És ma már reggel ébredve érzem is belső hőt, levertséget, száraz orr. Így működik ez. Félelem, pánik. Ja, meg tegnap az új helyen, ahol átmozdultam. Szintén végighallgattam a híradót. És ez nem az az energia, amire szükségem van. Továbbra is él a természet. Pontosabban most élet, tavasz van. Minden figyelmünket ez kéne lekösse. Az otthonunk, a környezetünk, a természet, az élet. Amúgy is ez a 20-as év keleti filozófiák szerint, ami ugye sokkal ősibb alapokra emlékszik, mint a Európa vagy a netán az Egyesült Államok beli. Tehát a keleti kultúrákban egyértelműen őrzik a hagyományát az évek energiájának, dinamikájának, megismerése, feltérképezése, tudatos hozzáállása, stb. A kínai asztrológia az egy nagyon jó nyelv ahhoz, hogy ennek a hagyományát közérthető nyelvre lefordítsa. Egy patkány, fénpatkány év, amely a 12 ciklusnak az első fázisa, az első ciklusa. Az én, az egyén, az otthon maradás, a befele figyelés, amelyre most kiváló alkalmunk van. És ugye ezen a fizikai síkon természetben, természettel együtt élő, együtt működő lények vagyunk. Minél jobban elszigeteljük magunkat, annál betegebbek vagyunk, annál gyengébbek vagyunk. Minél inkább kapcsolódunk a természethez, annál inkább meg vagyunk tartva, meg vagyunk támogatva. Egyszerű a képlet. Ugye miért múlnak el az influenzák tavasszal? Mert egyre inkább kapcsolódunk a természettel. Miért betegszünk le a tél végére? Mert egyre eltávolodunk a természettől. Ilyen rohadt egyszerű az egész képlet. Nincs mit túl bonyolítani. Értelmetlen bevenni azt a sok maszlagot, amit a média ránk ont, meg az élelmiszer, gyógyszer és a többi egyéb túlzó iparoknak, kapitalista szemléleti iparoknak a propagandája. Ez mind-mind önös érdek, financiális érdek, fogyasztói társadalmat támogató érdek. Felejtsük már el. Legyünk már immunisak rá. És ugye a környezet hatással van. Én is eltöltöttem 4 napot egy idézőjeles vírusos környezetben, ahol fizikailag nem volt jelen a vírus, de minden egyéb szinten folyamatosan jelen volt. És utóbbi napokban ez a kedves nő személy is már lepedegedett. És már ott megjelent benne a félelem, hogy akkor lehet, hogy ez korona. Ráadásul egy egészségügyi dolgozóról van szó, egy orvos doktornőről, akinek most nincs praxisa, tehát nem jár be, csak kutyát sétáltatni, megy ki a parkba, a tévé előtt ül, és a házi teendőit végzi. És közben együtt érez gyermekeivel, akik
éppen próbálnak haza evickélni távoli földekről, de folyamatos média és vírus függőség, úgymond, folyamatos kapcsolódás a szeretteivel, akik fertőzés veszélynek vannak kitéve, veszélyeztetett kor fölött van. Ezen kívül egészségügyi dolgozó, tehát erre van hangolva. Ezen kívül nem kapta meg a kellő figyelmet az elmúlt napokban a közvetlen környezetéből. Ezen kívül erején felül is kellett teljesítsen, mert hogy az én táplálkozási szokásaim jelentősen eltérnek a főleg a húsfogyasztókétól. Tehát folyamatosan volt rajta egy stressz, hogy jaj, vajon mit fog nekem adni. Ez effektív 4 nap alatt az egészséges állapotából megdöntötte. Én is eltöltöttem ezt a 4 napot ott, és én is érzem, hogy leépültem. Úgyhogy nincs más választás sem, mint hogy újra megerősödni, újra összeszedni magam, izolálni ettől a vírusőrülettől magam. Nyilván elkerülhetetlen, mert úton útféle meg fog találni az információ, viszont olyan jellegű információkra fókuszálom, amelyek ennek a pozitív aspektusát mutatják be, vagy ki tudom olvasni belőle, és nem a félelem propaganda. Úgyhogy ez lesz a fókuszom az elkövetkezőkben, és úgy érzem, hogy sokaknak szüksége van még erre. Úgyhogy jelenleg egy podcast formájában és a blogom újraélesztésével fogok hozzájárulni ez a folyamathoz. Ez a terv, de nyilván bármikor bármi történhet, és ilyen az élet. És történik is szerencsére. Nincs időnk unatkozni és ülni a papírjainkon. Dolog van rengeteg, és én amúgy is arra vagyok berendezkedve már hosszú évek óta, hogy online mozgásban távmunka, táv akármi. És ugye olyan, hogy munkahelyen munkám nincs, tehát mindig azzal foglalkozom, amit éppen fontosnak látok, fontosnak tartok. És ez most fontos. Fontos, hogy megerősödhessünk kis és tágabb közösségeinkben. Közösség alatt értem a párkapcsolatot, a család, a közvetlen környezet, az utca, a város, a nemzet. Megerősödés alatt értem azt, hogy érdemleges kapcsolódás. Az érdemleges kapcsolódás az azt jelenti, hogy nyilván együttműködő, ez kritikus fontosságú, viszont tisztelettel, figyelemmel, éberséggel, jelenléttel. Különbözőek vagyunk, nem mindenki képes azonnal érezni a másik fél baját, igényeit. Tehát van, akinek ehhez kérdezni kell, beszélni kell. Van, aki még így se feltétlenül érti, meg fogja fel nyelvi különbözőségekből, belső zajból, stb.-ből adódóan. Tehát van, akinél konkrét feladatokkal, meg cselekvéssel, meg gyakorlással lehet segíteni az együttműködést, az együttélést. Akkor vannak azok, akik az érintés erejével képesek felfogni a másik felet. A rendszeres érintés, ölelés, válveregetés, simogatás, párunk esetében csók, ölelés, kapcsolódás. És ugye az 5 szeretet nyelv erre szépen rámutat. Úgymond van, akinek az érintés a szeretet nyelve, nálam egyértelműen ez van jelen. Van, akinek a beszéd a szeretet nyelve. Van, akinek az értékes együtt töltött idő, az az odafigyelés, a szeretet nyelve, az az, amivel ki tudja fejezni leginkább a szeretetét, a törődését a környezetével. Van, akinek az ajándékozás, az adás öröme tölti őt igazán, tehát áramoltatja a szeretetet a környezetében. És rengeteg egyéb kis apró trükk van, amit, hogyha tudatosítunk és alkalmazunk, akkor az együttélés, az együttműködés az sokkal hatékonyabban fog működni, mint amire ma be van programozva az emberiség. És akkor eme gondolatomat is fejtsem ki, hogy ne legyen félreérthető. Tehát először is van egy biológiai program, egy fizikai program. Mai orvostudomány genetikai öröklésnek fogalmazza, de ha holisztikusabban nézzük, akkor a szülőktől hozott mindenféle minták, tehát nem csak fiziológiai, nem csak génállománnyal átörökített minta, hanem a szokások testlélek-szellem szintjén, amit a szülőktől megtapasztalunk, az egyértelműen beég, beépül a génállományunkba.
és ezek határozzák meg az alapvető programunkat. Majd amikor már teljes szociális lényé váltunk, akkor direkt módon is, és nem csak indirekt szülők kapcsolódnak, tehát környezetünk által, hanem tényleg direkt módon is kapjuk a külső programokat, ami manapság a legaktívabb, ugye a média, az online tér, Facebook. Ezek is mind-mind folyamatosan hangolják testünket, lelkünket és szellemünket egyaránt. Pozitív pszichológiai kutatásokban láttam egy ilyet, hogy boldogságérzet képességünket 50%-ban genetikailag, azaz szülők, az előbb elmondott holisztikusabban értelmezhető szülőktől, azt hiszem 40%-ban a kulturális közegünkből, tehát ugye, ami ez manapság már globális információk is hozzátartoznak, és a maradék százalék pedig döntéseink és cselekvéseink által tudunk hozzájárulni ennek az alakulásához. Tehát 40% az, amit a tudatos felelő és döntésekkel igenis befolyásolhatunk, azaz a cselekvés, mire vagyunk nyitottak, mire vagyunk készek, tanulás, fejlődés, stb. És csupán 10% az úgynevezett rajtunk kívülálló okok, kollektív tudat, a globális hangulat, a minden olyan egyéb faktor, ami fölött nem feltétlenül van tudatos döntési és választási jogunk, vagy erőnk, képességünk. Tehát ennek alapján elmondhatjuk, hogy amennyiben a szülők és közvetlen környezetünk, akivel tényleg aktív szeretet kapcsolatban vagyunk, a vírusparában vannak, akkor 50% esélye van arra már is, hogy vírusparában legyünk. Ha erre vagyunk kihegyezve, erre vagyunk hangolva, ezt az információt keressük és kutatjuk és beengedjük, azaz tudatosan, felelősen figyelünk rá, fókuszálunk rá, akkor ez már 90%. És ma az a 10% az egyértelműen a vírusról szól. Tehát 100%-os fertőződési arány legalábbis pszichésen megtörtént, amely következményeként fizikai testben is meg fog jelenni hamarosan. Ugyanis a vírus az csupán információ. Ezt még a tudomány is kimondja. A vírus az csupán információ. Az egy önállóan létezni nem képes. Tehát gazdatestre van szüksége. Hogyha holisztikusan szemlézzük, azaz egy tágabb perspektívával, a vírus a mai világban az információ, ami felénk árad, és a gazdatest az mi vagyunk. Ez az információ eléri a fizikai testet, és formát ölt. Azaz a vírus nem kimutatható addig, nem detektálható addig, amíg nem jelenik meg egy sejtben. Amint megjelent egy sejtben, azaz formát ölt, már is elektronmikroszkop alatt megfigyelhető. Abban a sejtben az a speciális elváltozás, ami nem egy élő entitás, hanem csupán egy információ. Ráadásul a tudomány még mai napig értetlenül áll azelőtt, hogy hogyan képes pillanat alatt elterjedni minden egyes sejtben, azaz megjelenni minden egyes sejtben. Ez a vírus hát így, hogy nem egy darabka víruska megérkezett, az osztódó sejtekkel elkezd terjedni, hanem ez csupán egy rezgés, ez egy frekvencia, amely mindenhol, ahol vízbázisú életforma van, materializálódni fog. Ennyi. És minél intenzívebben van jelen a térben, annál könnyebben, és minél gyengébb immunrendszere annak az élő szervezetnek, annál gyorsabban és könnyebben. És manapság ugye folyamatos zaj, folyamatos információ, folyamatos elektroszmog, mágneses hullámok, légszennyezettség, folyamatosan érkeznek, fémek, még érzékenyebbé válik a testünk az elektromos és mágneses frekvenciákra. Még inkább nem találjuk a helyünket a világban, és nincs feladatunk, tehát még nyitottabbá válunk arra, hogy megmondják nekünk, hogy mi van, meg hogy mit csináljunk, meg hogy hogyan gondolkodjunk. Egyre inkább nyitottabb az ember mindenféle külső behatásokra. Ez zajlik, ez történik. Tehát mi a megoldás? Belső megoldásokat találni. Bent keresni, befele fordulni, belsővel foglalkozni. És ehhez ebben az évben minden, de minden lehetőséget megkapunk. Saját felelősségünk, környezetünkért, szeretteinkért.
Az előző példára visszatérve, hogy a szüleink erre vannak hangolva, arra leszünk hangolva mi is már is 50%-ban. Anélkül, hogy kapcsolatban lennénk velük, egy sokkal mélyebb, folyamatos kapcsolat van köztünk, hiszen együtt töltöttünk életünknek a fejlődési szakaszát, úgymond. Egymásra vagyunk hangolva. És amire ők vannak hangolva, 50%-ban automatikusan gondolkodás nélkül, de döntéseink és felelősségvállalásunktól függetlenül megjelenik az életünkben. Tehát a mi felelősségünk megnyugtatni a szüleinket. Viszont elsősorban önmagunkban kell a szüleinkről alkotott képet letisztázni, megnyugtatni, megszeretgetni, és csak azután kommunikálni ezt feléjük, akár szóban, írásban. Tehát ha eleve úgy hívjuk fel a szüleinket, hogy jaj, ne féljetek, ne pánikoljatok, akkor ezzel csak olaj a tűzre. Ugye egyrészt az univerzum nem ismeri a ne szót, tehát ők csak azt fogják érzékelni ebből, hogy féljetek és pánikoljatok. Úgy hívjuk fel őket, hogy minden rendben van, minden helyén van, én jól vagyok, mi jól vagyunk, szeretteitek jól vannak. Abban a pillanatban a szülőnek a legfontosabb kérdés a fejében megnyugvást talált. Tehát a szülőnek a legnagyobb áldás az, ha tudja, hogy a gyermeke rendben van. És hallottuk épp eleget a szülőktől, hogy ők hogyan képzelik azt, hogy mi rendben legyünk. Még ha nem is ugyanúgy gondoljuk és látjuk, akkor is nagyon fontos, hogy ők meg tudjanak nyugodni. Most nem azzal, hogy azt hazudom nekik, hogy igenis, édesanyám, orvos és ügyvéd lettem, és minden rendben van, úgy, ahogy szeretted volna, hanem mindenki találja meg a maga módját, hogy hogyan tudja a lehető legjobban biztosítani a szüleit arról, hogy még ezekben a nehéz időkben is, nehéz körülmények között is rendben van. És mit is jelent kicsit objektíven szemlélve az, hogy rendben van, rendben vagyok. Én akkor vagyok rendben személy szerint, hogyha van dolgom, és azt csinálhatom, vagy valamit tehetek annak érdekében, hogy ez előre lendüljön. Van kivel, vannak emberek körülöttem, vannak akikhez kapcsolódhatok fizikai térben, vagy akár kommunikációs eszközök segítségével. Elérhető a természet. Ez nagyon-nagyon fontos, hogy megmaradjon a kapcsolatom a földanyánkkal, a legerősebb élő entitással, a női, az abszolút női minőséggel. Akkor szükség egy olyan felsőbb erő, egy olyan mindenütt jelenlévő erőnek a tudatában lenni, amit sokan Istennek hívnak, vagy magasabb rendű énnek, vagy fénynek, napapánknak. Ugye a magyar kultúrában földanyánk és napapánk. Ez az a két erő, amely adja az életet. Ez volt az a két erő, amiben mindig mindenki egyértelműen hitt, és erre támaszkodtak. Ez határozta meg az életüket, és akarva akaratlanul ez határozza meg az életünket ma is. Csak nem adunk neki kellő tiszteletet és figyelmet. Itt az ideje értékelni a napsütést és a föld erejét. Vallástól, egyháztól, stb.-től függetlenül mindegy, hogy hívjuk ezeket. De ez a két erő itt van, letagadhatatlanul, elfogadhatóan. Igen, ott tartottam, hogy rendben van. Tehát mit jelent az, hogy én rendben vagyok? Földanyánkkal és napapánkkal való kapcsolódás. Emberekkel való kapcsolódás. Munkához, tevékenységhez, feladathoz kapcsolódás. És a jó minőségű étel és a tiszta víz, és egy fedél a fejem fölött, ahol nyugodtan ledőlhetek, azaz az otthon. Mert van, ahol nem feltétlenül szükség fedél meg fal, ahhoz, hogy ezt otthonnak nevezzék el. Megvannak az eszközeink arra ma is, hogy megtartsuk kapcsolódásainkat környezettel, emberekkel, és az ügyünkkel egyaránt.